Abban mindig bíznak, hogy foci nemzet vagyunk. Foci nemzet. Jó, kijutott. Még most a felvétel idején nem tudjuk, hogy megnyertük az EB-t. De milyen lassan jutott eszébe? Jó van. Ha benned van, mindig szakadjon fel, mert ne maradjon benn, mert bármi lehet belőle. Kivel játszunk először? Ausztriával. Ausztriával. Az melyik? Ja, ezért adtam ennek. 0-1. 0-1 lesz? Már jó. Gyugyák. Bemondja, lehet, hogy így lesz. Hát, ugye? A Nostradamus is ihatott valószínűleg attól gondolt furcsákat. Hát, nagyon, hogy kijutottunk az EB-re, kijutottuk a Feröer-szigeteket, hát az a jó, mert annyian vannak, amennyi ember kell a csapatba. Kint vagyunk végre is, nem Xboxon, nagyon nagy dolog ez, de ettől még oda kapcsolsz az NB1-re, és ilyen későn kelt szarvasgomba vadászok. Góklásznak. És ettől vérszemet kaptunk, mert olimpiát is akarunk rendezni, az olimpikonok nemzete vagyunk. Hát először át kell adni úgy egy buszmegállót, nem lopják el közben négyszer. Hát ilyen a magyar ember. Lát egy pocsolyát, egyből akar benne egy delfinsót. Mint a foxi kutyák olyanok vagyunk, nem tudom, miben bíznak a foxik. Fennmaradok, fennmaradok, fennmaradok! Nem! Ez a fajta jelleg a foxinak, fennmaradok! Ezért a fajta jelleg miatt nem lehet tartani puli kutyát Budapesten, mert a nap végére hazateregeti a kínai turista csoportot. Minek vagyunk még a nemzete gondolkodni, amit még a nemzet karakterológiai vizsgálódásaink milyen irányba menjenek tovább, legyen pozitívum, mert van ez, hogy a magyar konyha páratlan, meg Michelin csillagos éttermek vannak Budapesten most már, több is van. Egyszer voltam egy ilyen Michelin csillagos étteremben, mert a feleségem tavaly előtt volt 30 éves, de azt nem mondhatom meg, hogy mennyi idős, és... Ez volt az ajándék, hogy Michelin csillagos étterem, hát ott mangalica, herehab... Lag, 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 Michelin csillag, mangalica, herehab, hab, 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 herehab, és bérmás, lencsefőzelék, fenyőmag, toboz, pörkölt, meg mind. És volt 14 fogás, minden fogáshoz hoztak egy pohár bort. Egy ideig haladt felem ő, és aztán végül kihányta az egészet, mert luxus allergiájában nem bírja. A másik tendencia a slow food, a Michelin mellett, a slow food, slow life, hol ez a rohanás, nem kell sietni, ez nagyon régi hagyomány a magyar gasztróba. Mikor 71 percig nem vesz észre a pincér. Mint a 40 éve lennél telekszomszéd vele, hogy mi az, hogy mi baja van, mi? Ez a tangótáncos. Oda néz, ott a vendég, én is azt nézem. Ja, ezt is mondjuk, hogy a magyar nyelvet csoda, főleg, hogyha nem ismersz többet, de tényleg a magyar nyelvet csoda, mert mindent ki lehet vele fejezni. Ja, milyen szép, hogy vendég, látás, tehát a látő téged csak. Valamint az orvosi váró. Várjuk az orvos, de nem jön, mert műt. Kaiserslautern-be. Az a gasztro csúcsa, az, amikor a szakács krumpába, kockás nadrágba, köténybe kijön és gyűlölködve körülnéz, hogy a faszom van még ilyen. Miért nem eszik otthon? Ide jön éhesen. Nem eszem. Otthon még nincs ilyen nagy gond a gasztroval. Ja, voltunk Pécsen az Eduval fellépni, és egy pincér lányt kérdeztünk, hogy milyen sör van. Annyira meglepődött, hogy nem erre készült, mert azt gondolta, a Rákóczi szabadságharcban meg belekérdezhetünk, vagy még... Tegnap átnézte az 56-ot, de azt, hogy azt megkérdezik egy étterem, hogy milyen sör van. Megkérdezem. És jött és mondta, hogy pécsi. Pécsi sör volt. Ez az egy sör volt egyébként az étteremben, de... Kéne egy ilyen bűvészdoboz, a magyar gasztro bűvészdoboz, hogy hogy csináljunk háromnapos rántott húsból frisset? Azt kell rá mondani, bazd meg, hülye vagy.